mérkőzéses útjára, már ugye nem mind a 64 meccset ezzel a labdával fogják játszani, de ez az Al-Rihla, amelyet már nem is vartak, hanem ide egyébként a rendezőország az első mérkőzését sosem vesztette még el. Nagyon jól jön ki a kapujából a kapus, aztán mégse találja a labdát, pedig álltak a levegőben erős, és ott van az első gól. Van. De még nem szerzett gólt. Estupiñán. Ibarra. Itt mondata, abszolút fa hangon. Pedro Miguel. Szépen teszi középre a labdát. 7-1-re verték az amerikaiakat, és később világbajnokok lettek. Hát ez a veszély azt hiszem Katar nem fenyegeti. Jó, akkor a Hollandia-Szenegál meccsel, de ragaszkodtak ahhoz, hogy a helyiek játsszák az első mérkőzést, így aztán ők meg nem akartak délelőtt, vagy így meccs. A világbajnokságon és az M4 Sport, valamint az M4 Sport plusz képernyőn. Estupiñán indít, Valencia lefejeli a labdát, és most már fel, különben Ecuador a dél-amerikai selejtezők során az azért nem kevés, de a pontjainak kétharmadát hazai pár. Baloldalt Estupiñán. Nyitó meccset Ecuador sem játszott soha, olyan volt, hogy a nyitó napon játszott Ecuador, egy játékos. De van olyan, hogy a klub mérkőzések után is összegyűlnek az akadémián meccseket elemezni. Nem a nagyon erős Hollandia, de a talán verhető Katar és Szenegál, főleg úgy, hogy a szenegáliaknál ugye többi játékos köztük a legnagyobb csillag Mané is kiesett, szi tovább a labdát. Itt egészen más a helyzet. Estupiñán. Ő viszont eladja, egy szédószer. Miguel. Estupiñán. Ketten is a Brightonból játszanak, aztán talán 4 vagy 5 játékos volt a VB történetében valaha tolnák, de a katari válogatottban most már pont Kuki pályára küldésével nem kevesebben, mint 4-en elérték a 100 válogatottságot. Ugye Al-Haidos 161, Hassan 121, Budiaf, Mendez. Sikerült, jutottak volna tovább ki a lévőre. Hinkepi. Fejelt labda. Elmarad akva, hogy esetleg még egyszer betalál, ami azért nyitó mérkőzéseken messze nem jellemző. Estupiñán színezi. Csoport utolsó. Estupiñán. Ez most egy rossz szabadrugás. Miguel. Csel nem jön be, és ki sem menj a labda. Pillanat, hogy minden mezőnyjátékos az ekvádori térfélen volt. Pedro Miguel. Estupiñán. Pedro Miguel. Al-Haidos. Bíráltak, hogy miért mondja azt, hogy a katari válogatott gyenge. VB előtt nem ezt a hangulatot kellene kelteni. Tehát a katari válogatott tényleg gyenge. Ki tudja hozni a labdát, Abdulkarim Hassan. És ebből most Ecuador lódul meg megint. Hinkepi zárkózik. Hosszúnak tűnik a labda. Estupiñán is inkább a jövő. Sokan még a következő. Felszínt az egyébként a hírek szerint a Chelsea figyeli, a Chelsea is. Brighton jegyzője, most már Chelsea mistere. Ha Katar simán megveri Ecuador, akkor ez a teljesítmény elég lesz a Szenegál vagy Hollandia ellen, mert az a két csapat azért más. Hassan. Jó fejes. Na nézzük. Hol vehet át? Jön a beadás a túloldalra. Na nézzük. Miguel. 71. perc. Ecuadori szabadrugás. Ő pedig Ali helyére érkezett. Estupiñán. Sarmiento. Lassan készült, de még az lehet.
Perpignan. Pontatlan ez az emelés is. Nagybátyja, aki ugye 8 VB mérkőzésen is pályára lépett, rúgó válogatott, mert az emberek részéről azért a nagy nyomást nem tapasztaltam, azt nem bírták el. Még egy utolsó nekilendülés, Plata. Estupiñán, Plata, szöglet. Ez jól jön,